Szerbiában évente körülbelül 500 rákbeteg gyermeket kezelnek. A leggyakoribb a heveny leukémia, de szerencsére a gyógyulás aránya is a legnagyobb, mintegy 80%-os. A terápia 2 évig tart. 2007-ben diagnosztizálták nálam a leukémiát. A kemoterápia 1-2 évig tartott, az ezt követő kezelések pedig még 5-6 évig. A családom, a barátaim és a szomszédaim mindvégig támogattak. Tekintettel arra, hogy gyermek voltam, mindez ismeretlen volt számomra, de azt gondolom, hogy éppen ezért volt energiám küzdeni, és még csak meg sem fordult a fejemben, hogy feladjam. Újvidéken a Szabadság téren a Nemzetközi Nap alkalmából emlékhez minden nap feliratú zöld léggömböket engedtek a magasba. A léggömbök és egyéb termékek eladásából befolyt pénzösszegből a szervezők a Nisi Hemato-Onkológiai Gyermekosztály kiépítését támogatják. Belgrádban a Köztársaság téren szerveztek összejövetelt. Amíg itt beszélgetünk és megemlékezünk erről a napról, addig sok gyermeket kezelnek, a szülők pedig csak a beteg gyermekükre gondolnak. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, léteznek ilyen emberek. Arra törekszünk, hogy a szülők minden városban tudomást szerezzenek arról, hogy vannak hozzájuk hasonlóak, akik nehéz helyzetben vannak, ezért lehet rájuk támaszkodni, tanácsot kérni tőlük. Tavaly Szerbiában 49 gyermek halt bele a rákbetegség valamilyen formájába, kétharmaduk 15 év alatti. A leggyakoribb a leukémia, az agytumor és a limfóma, de a vese és a csontrák sem ritka. A vele született hajlam ellen nem tehetünk semmit, de a különféle külső hatásoktól megóvhatjuk gyermekeinket.